Kinek van nagyobb baj? Tehát röviden is felősen lássák, hogy több évtizedés, hát azt mondom, hogy lepusztulás után végre a Bagolyvának az épülete felújítás alatt van, először kívülről lesz a homlokzat teljes mértékben felújítva, illetve a tetőtér és a részek lesznek felújítva, tehát kívülről az elkövetkező pár hónapban teljes mértékben fel lesz újítva a Bagolyvának az épülete, és gondolom már ősztől teljesen felújított és szép alapokban lesz legalábbis kívülről, azután pedig a parkolásnak és az önkormányzatnak lesz a kötelezettsége az, hogy megtaláljuk a belső térnek a rendbetételére és a pénzeszközöket, illetve meghatározzuk, hogy mire lesz hasznosítva ez az épület, illetve bérlőt tartunk is valamilyen formában ez az épület is egy újra egy gyöngyszeme legyen a Palicsi partnak, illetve valójában ennek az egész Palicsi környezetnek.